Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint a Légetúti sportpályán. Szepesi Tiborral, a KSH ügyvezetőjével beszélgettünk. Szokatlanul nagy a csend a pályán. Mikor fog benépesülni, és mikor indul a szezon? Igen, most nagy a csend. Pont sikerült elkapnunk azt az időpontot, amikor épp nincs semmi a pályán, ugye a déli időszakban jöttünk ki megbeszélésre. Igazából délelőtt is volt már zsivaj, hiszen elindult a felkészülés az utánpótlás labdarúgó csapatoknál is. Épp tábor van szervezve a gyerekek részére, tehát folyamatosan zajlik az élet. Én azt gondolom, hogy most ebédelnek a fürdőben, egy kicsit pihennek, és kezdődik tovább a délutáni edzés. Hiszen a hétvégén már valóban be fog népesülni a pálya bajnoki mérkőzésekkel. Az NB1-es utánpótlás csapataink, az U14, U15-ös korosztály megkezdi menetelését ebben az új évadban, egy új bajnokságban, ugye most először NB1-es az utánpótlás csapatunk. Én bízom benne, hogy nagyon sikeresen fogják venni ezeket az akadályokat is. Kezdődik a felnőtt bajnokság is, ők nem itthon kezdik a bajnokságot, fölváltva vannak ugye a mérkőzések, egyik héten az utánpótlás, másik héten a felnőtt mérkőzések. Ők a jövő héten kezdik meg a hazai szereplésüket, és rögtön egy nehéz ellenféllel, Jászapátival fognak majd összecsapni itt az első hazai rangadón. Reméljük, hogy akkor állják majd a sorat, ahogy szokták mondani. Itt a háttérben az öltöző épület van, tehát ön mögött az látszik, arról már beszéltünk, hogy ez szépen elkészült, és lesz a folytatás, van-e már valami konkrétabb dolog a folytatásról? Igen, több elképzelésünk is van, hiszen szeretnénk folytatni azt a felújítási sorozatot, amely elkezdődött itt a labdarúgópályán, illetve a labdarúgópálya környékén. Ennek egy jelentős állomása volt az öltöző megépítése és átadása, amit most már ugye folyamatosan birtokba vettek labdarúgóink, illetve más sportolóink is. De ahogy körbenézünk a labdarúgó pályán, egy kicsit megújult a játéktér felülete, hiszen gyeptéglázásra került sor, kicseréltük a kapukat, tehát egy megújult bajnoki pályán várhatjuk majd a folytatást. Ugye az új eredményjelző tábla már beüzemelésre került, folyamatosan működni fog ebben az évben is. Egy kicsit a televízió nézőknek is kedveztünk, hiszen a televízió közvetítő állás is felújításra került, tehát most már jóval biztonságosabb körülmények között dolgozhatnak majd a Karcag Televízió munkatársai is. Megújult a környezet, hiszen a pályát körülvevő területeket sikerült teljes egészében megtisztítanunk. Új labdarúgó edzőpályákat tudtunk kialakítani, amelyeket folyamatosan használnak most már a csapatok. Illetve az edzőpálya, ami tőlünk egy kicsit kiebb esik, ugye az úgynevezett B-pálya is teljes egészében felújításra került, elkészült valamennyi tervezett fejlesztés, hiszen ezt a társasági adó pályázati pénzekből tudtuk megvalósítani, amivel ugye már el is kellett számolnunk, tehát a korlát teljesen felújításra került, ott is kicseréltük a labdarúgó kapukat, labda, fogóháló, kispad került felállításra. Megtörtént egyébként a labdarúgó szövetség részéről a szemlézés, teljes egészében elfogadták ezt a fejlesztést, ami azt jelenti, hogy ha a benti pályánk állapota nem teszi lehetővé azt, hogy bent játszunk mérkőzéseket, mondjuk egy nagy eső vagy havazás, ne adj Isten, egy kicsit a tavaszi időjárás megtréfál bennünket, akkor bajnoki mérkőzések lejátszására most már teljes egészében alkalmas a kinti pálya is. Teszem, hogy ez régi vágya volt a labdarúgóknak és a szurkolóknak is. Igen, egy kicsit majd még a szurkolóknak szeretnénk nyilván ott is kedveskedni, hiszen hosszú távú elképzeléseink között szerepel, hogy ott is valami fajta lelátót próbálnánk építeni, hogy egy kicsit komfortosabb legyen, ne csak a játékosoknak a cserepad gyakorlatilag az, hogy ott most már fedett, tehát egy kicsit valóban komfortosabb, hanem a szurkolóknak is egy kicsit nagyobb élmény legyen, akár ott is végignézni egy mérkőzést. A nagykunsági kulturális napok keretében már asztali tenisz verseny lesz. A többi szakosztályról is egy picit ilyen szeptemberi évkezdés előtt néhány mondatot szóljon. Igen, nem csak a labdarúgóknál kezdődött el a felkészülés, hiszen a kosárlabdázók is elkezdték, már most tábort szerveztek az edzők az ő részükre is a sportcsarnokban. A kézilabdázók már túl vannak a táboron, ami szintén a sportcsarnokban zajlott. Lassan ott is kezdődnek a bajnokságok. Egyre több csapatunk kézi és kosárlabdában is az országos nagy bajnokságba fog bekapcsolódni, tehát nagyon sok utánpótlás csapatunk nagyon sok felé fog utazni a következő évadban.
de a többi sportágban is elkezdődtek, tehát a birkózásnál, az asztali teniszezőknél is, és igen, a kulturális napok keretében egy óriási országos asztali teniszverseny kerül majd megrendezésre. A szokásokhoz híven teszem hozzá zárójelben, hiszen a Szent István kupa már lassan megszokott karcagi asztali teniszezők részére. Nagyon sok helyről, külföldről is érkeznek versenyzők. És hát természetesen a többi szakosztályunk is, tehát a sakkozók, a karaté szakosztály is megkezdte felkészülését. És hát reméljük, hogy arról is be fogunk számolni, vagy be fogunk tudni számolni pontosabban majd jövő tanévben, hogy megint lesz esetleg valami nagyon rangos verseny, úszóverseny, hiszen nagyon örültek sokan annak, hogy helyi verseny volt, hiszen ez a karcagi versenyzőknek is egy plusz dolgot adott. Természetesen, ugye nem csak a labdarúgópályán és a sportcsarnokban zajlanak felkészülések, hanem a város több pontján, hiszen a tájfutók ugye az erdei tornapályán, az úszók az úszodában készülnek a jövő évi megmérettetésekre. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb verseny az úszóknál a Diákolimpia megyei döntő megrendezése volt. Szeretnénk, hogyha nem csak ez az egy verseny kerülne itt megrendezésre, hanem egy kicsit mondjuk a más sportágok úszás részét is sikerülne visszahozni, és a triatlon, akvatlon versenyek is újra bekerülnének az USADA sportprogramjába, de valóban pályázunk a diákolimpiai versenyek megrendezésére is. Reméljük, hogy lesz pénz, és a pályát említette itt, ott voltunk mi is, nézőink is láthatták, hogy a strandnak ajándékoztak egy pályához való akadrészeket is, tehát reméljük, hogy ott is hamarosan az iradapróda pálya is elkészülhet. Bízom benne, hogy felállításra kerül, hiszen kettős cél volt ezzel az egyesület vezetésének a célja. Az egyik az, hogy azok a sportolóink, akik egy kicsit kimennek pihenni, feltöltődni, azok valóban egyfajta más sportágban tudjanak mozogni, más élményeket szerezzenek. A másik pedig természetesen az volt, hogy strandröplabda versenyeket, bajnokságokat is tudjunk majd szervezni, rendezni a fürdővel közösen. Én bízom benne, hogy ebben az évben sikerül felállítani, elkészül, ki lehet próbálni, és a jövőben valóban ezeket a versenyeket, amelyek teszem hozzá zárójelben évekkel ezelőtt sikeresen megrendezésre kerültek, újra be fognak kerülni a nyári sportprogramok közé. Akkor mondhatjuk egy picit, hogy a most szeptemberben induló évad, sportévad, picit az újrakezdés ideje is lesz, és a jól bevált dolgoknak a folytatása. Így van. Mindig lehet, és mindig van hova fejlődni, hiszen mind a sportolók, mind az edzőknek az a célja, hogy egyre szebb és fényesebb legyen az érem, amit a végén a nyakunkba vehetünk, a nyakukba akaszthatunk a gyerekeknek. És ezzel így vagyunk szerintem mi szurkolók, sportvezetők is, hogy mindig szebbre, jobbra és többre vágyunk. Reméljük, hogy ez teljesül is. Kívánom, hogy így legyen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.